nektek, hogy hogyan kell bemelegíteni a vállat és azon belül a rotátort, mert ez is egy olyan dolog, amit nap mint nap lehet látni a teremben, hogy az emberek rosszul csinálják, és én egyszerűen ettől megőrülök, úgyhogy úgy gondoltam, hogy vessünk ennek véget, és megmutatom nektek, hogy hogyan kell valójában bemelegíteni a rotátor köpenyét. Amit nem csinálunk soha, gyerekek. Amikor ti a rotátor köpenyt próbáljátok így bemelegíteni, akkor fogalmunk sincs, hogy miért van egyáltalán súly a kezetekben, ugyanis a súly a gravitáció ellenében lefelé húz, én pedig felfelé húzom, tehát ha valami, akkor ez egy tök jó bemelegítés lesz a brachialisra, de hogy ezt semmit nem fog csinálni a rotátor köpennyel, az egész biztos, ugyanis miközben ti ezt csináljátok, az erő lefelől, föld felől, a talaj felől érkezik, de a ti mozgásotok horizontális, tehát egy vertikális erőhatással szemben végeztek horizontális mozgást, ez pontosan ugyanaz, mint a súly nélkül végeznétek ezt, ez nem fogja bemelegíteni a rotátor köpenyt, ahhoz, hogy ez bemelegítse a rotátor köpenyt, ahhoz az erőhatásnak ebből az irányból, vagy ebből az irányból kell érkeznie, ezt pedig hagyjátok meg a hülyének. Teljes rotátor köpeny bemelegítéshez pedig oda kell mennünk a csigához. Oké, szóval ide jöttünk a csigához, először is be kell állítani megfelelően a csigát. Tehát, ha externális rotációval szeretném bemelegíteni a vállamat, akkor ehhez megfelelően ugye karmagasságra beállítom a csigákat, minimális súlyra van szükség, vagy igazából nincs is szükség súlyra, és a helyes melegítés pozíció pedig kiindulás, befejezés, az erőhatás pedig ellenkező irányból hat rá a karomra, mint amerre húzom. Tehát nagyon fontos, hogy nem lapockából szeretném mozgatni a súlyt, egyáltalán nem szükséges a lapockákat mozgatni, ugyanis a lapocka az nem a rotátor köpeny, pusztán a rotátornak kell mozognia, tehát csak egy externális rotációt végzek. Ennek a következő verziója ugyanaz az externális rotáció, de felemelt felkarnál. Nem cél a lapocka forgatása, a lapockának mindig stabilnak kell lennie, pusztán a felkarcson mozog. Tehát ez nem jó, nem ez a cél, csak a felkar rotáció. És ezt lehet egyébként a tökéletes eredménnyel érdekében kombinálni nyomásokkal. Azaz, rotáció, nyomás. Tehát a tökéletes rotátor köpeny bemelegítés mind a nyomógyakorlatokhoz, mind pedig a húzógyakorlatokhoz.